Itt nincsen alibi. Itt csak kemény. 100 kg. Segít neki kiemelni, jó? Szóljál, 3 és 2-nél, jó? Mert... Nyomjad! Nyomd! Nyomd! És itt van velünk Martin. Sziasztok! Akivel egyfelől edzeni fogunk egy jót, már bicepsre, illetve segíteni fog nekünk megválaszolni olyan kérdéseket, mint hogy miből merjed a motivációt, miért fontos, hogy motiváltak maradjunk, illetve mivel segít az, hogyha inspiráltam bármit az ember valaminek. Pontosan. A leírásban megtalálhatjátok Martinnak a csatornáját is. Nagyon-nagyon igényes videókat csinálsz. Ez egy pozitív videókat. Igen, ahol van pozitív kisugárzása, úgyhogy ajánlom nagyon, és nézzétek meg az övét is. Az első kérdésem az már rögtön, néhány mondatban légy szíves, mesélj el a kamerának, és mesélj a nézőknek, hogy miért kezdtél el edzeni, mikor kezdtél el edzeni, és mi a célod ezzel az egésszel az edzésnek? Az a lényeg, hogy én többször nekiálltam az edzésnek, csináltam egy ilyen fél évig 2013-ban, majd most így egy-két hete újból nekiálltam, mert így a vizsgaidőszak közepette, nyáron egy kicsit elengeded magad, télen azt mondod, hogy nem baj, hogyha följön egy kis zsír. Tehát, hogy így mindig voltak ilyen időszakok az életemben, amikor nagyon motivált voltam, de annyira, mint amennyire most, ennyire még soha nem voltam motivált. Mert most én is nagyon sokat vagyok kamera előtt, és nyilván jól akarok én is kinézni. Martin, kérlek mondd el a kamerának, hogy hány kilóval fogsz fekve? 80 kg-mal fogok fekve nyomni, és ugye ezt még soha nem csináltam, úgyhogy kicsit félek, hogy itt most leégetem magam a Sportaholic előtt, de nem baj. Sima lesz. Totál gáz. Ez is volt durva. Az a szomorú hírom, hogy 100-ig felfogsz. Hát ez mi? Na? De ez tényleg 80. És mivel lehet meg a motiváció, hogy tényleg ennyi mindenben akarsz jól testen, és azért úgy néz csak kérdő, hogy teljesítesz. Köszönöm. És ezt az miben lenni? Hát az az igazság, hogy nekem nagyon sok tervem van az életre, és azt mondom, hogy ez a 30-40 év, amíg tényleg nagyon aktívak vagyunk az életben, azt használjunk már ki jóra, és szeretnék sikeres lenni tényleg ebbe a videózásba, a testedzésbe, a motivációba, tehát hogy tényleg egy olyan személyiséget építsek fel magamnak, amire majd a halálos ágyamon, ha visszatekintek, akkor azt mondom, hogy megérdem, és hogy jó volt ez, amit csináltam. Ocean, oh, your treasure hidden down below. As suddenly does it come, I know. Should I be scared if you stay or go? Tell me, am I insecure? Just overly emotional. Have I fallen down, down low? Searching for things I'll never know. Searching for things you'll never show. I guess I just don't wanna let go. Mit ajánlom?
Nézd a videóimat. Igen. Nem, egyébként én azt mondom, hogy, hogy mindenképpen találja meg azt, hogy, hogy mi az, amiben, amiben ez az egésznek előre viheti a személyiségét, mit tud belőle pontosan profitálni. Tehát, hogy én tényleg azt, azt javaslom mindig, hogy írjuk le egy papírra azokat a dolgokat, amiket kapunk ezáltal a dolog által, és az a igen is a negatív, mert mindig kell látni azt, hogy, hogy az élet nem fenyegik tejfel, és benne vannak a negatívumok is, akármennyire közhelyesen hangzik, mindennek van árnyoldala. If I bleed tonight, if I am sad, 100 kilogram. Don't have a job to find. And if I work tonight, if I'm so tired tonight, I'll fall asleep when I'm home, when I'm home. Nyomj ad! Nyomj! Nyomj! Gyerünk! De lehet olyan személy, akire szívesen hasonlítanám, vagy jó, ugyanúgy néznek ki így fizikum alapján, akkor ki lenne az? Ugye a srácokkal pont az edzés elén elkezdtünk, mert a Zohát vett egy tök jó nadrágot, én meg ráhiszem egyből Instagramon, hogy ilyen nekem is kell, és képzeljétek, hogy a B-bács, ugye tudjátok, hogy most jön ki a film majd, és nekem Zac Efron az ilyen brutál motivációt ad, mert ő annyi mindenben sikeres, hogy az élők szerintem egy tök jó példakép lehet mindenki számára. És ugye azonosulni is tudsz vele már, úgyhogy tudjuk, hogy te is szoktál énekelni. Próbálkozom, igen. És még akkor ez is egy közös nevező, úgyhogy igen. Aktuális akkor. És hát hamarosan érkezünk a következő videóval, ami talán a B-bácsos videó lesz, majd meg. Vigyázzatok magatokra! Így van, jó, sziasztok! Sziasztok.